koreai édességeket tesztelünk. Mivel kezdjünk? Hát először is van itt egy csoki, van valami teljes cukorka, egy földi mogyorós crispy candy, meg egy vörös babnak álcázott napraforgó mag. Szippantás a jóból? Semmi szaga nincsen. Kérsz? Szórjad. Jaj. Csokis szotyi, szotyis csoki. Ja. Na, ez jó. Mert ropog rajta a csoki is. Én úgy tudtam, ez kalóriadús. Mi lehet ennek a neve? Próbáljuk meg kitalálni. Chihua Chi-san. Ja. De hogy ezt a napra forgó magot, ezt, azt. Ajánljuk, nem? Szívből. Ezt igen. Szeretettel. Ez finom. Kérlek, olvasd fel, amit látsz. Ilyen ropogós kis crispy candy. Na, de hogy azt írja, hogy ez sweet peanut. Inkább tűnik itt a csomagolás alapján ilyen cukorkának, mint sem bevont mogyorónak. Na, én bontom. Szagi. Ja, csomagolás. Oh. Na, gyere. Na, ez cukorka lesz, basszus. Király. Ilyen amúgy, Márci. Gyerekkoromban ilyet feldugtam az orromba. Hát, most kérlek ne oda. Te érzed a mogyorót? Mhm. Ez ilyen dunakavics. Mogyoros dunakavics. Hát az is mogyoros, nem? Nincs benne mogyoró. Lesz? De van. Ott van. Ott van. Te ezt ajánlod? Szerintem nem rossz, de a napraforgó maga az jobb volt. Nem fordítva tartom, ez így van, jó? Jó tartja. Ez... Ez így tök jól néz ki. Olyan, mintha már egy ilyen felengedő félben lévő kólás fagyi lenne. Ez vörös bab, ugye? Szaga nincsen ennek se. Illata se. De kicsit olyan leukoplasztos. Bab íze nincsen. Egy kicsit a második kóstolásra lehet előbben jobban a... Igen, a karakterek. Karakterek. Na még egyet. Ez megeszem. Ja jó, megeszi. De mihez hasonlít az íze? Semmihez. Ami ez. Ezt nagyon meg kell, hogy kóstoljátok. Á, eljött a kedvencem. Nem malac, mi ez? Boci. Érezni rajta, hogy ez ilyen puha, tehát hogy ez nem ilyen kemény gumicukor. Mondjuk itt már inkább kinéz egy tojásnak, mint sem babnak. Ilyen kicsit vaníliás is. Most jön a jó rész. Nem mondjuk el, megmutatjuk inkább. Na, itt van a kis megmikrózott, teljes cukorkás kekszünk, mert hogy ugye... Grillezés után. Tegyük két keksz közé, és 20 másodpercre tegyük be a mikróba. Ezt most széttöröm, hogy... Adjál tesónak. Verje, ez jó lesz. Őszintén ezek, én a kekszet jobban érzem, mint a... Én is, de az finom a keksz. Mondjuk amúgy tök nagy ötlet. Nem veszed meg a boltba izét, a pilóta kekszet, hanem otthon megcsinálod, nem? Miért jó? Gyerekeknek jó játék, legalább addig is csöndben vannak. Olyan ez az egész cucc, mint hogyha egy sűrített teljes rágót valaki már megrágott volna és kiköpte. Megkívántátok mi? De ez nem fog megkötni a hasunkba? Nem lesz szájzárunk? Mehet? Cheers! Állagra tényleg olyan, mint a májva cukor. Mondjuk én nem szeretem a májva cukrot, szóval ez annál jobb. Azt elmondhatjuk, hogy minden eléggé édes, kivéve ezt a csokis napraforgót, csokis szotyi, szotyis csokit. Ez a babos, ez érdekes. Akkor ez a mogyorós dolog, ez... Ez hülyeség. Ez a teljes májva cukor, meg... hát én el tudom képzelni, hogy a gyerekek ezzel itt szórakozni szeretnek, hogy így... Jaj, de jó, megolvad. Megyünk, együnk egy francia krémes. Jaj.